apámról lesz szó. Szóval, édesapámról szorik, hát az egyik, mondjuk, az egyik kedvencem. Nagy Szilánson laktunk pár évet. És a házunktól körülbelül gyalog mennyi lehetett, 3-4 percre volt egy ilyen kocsma. Fú. És hát azért akkor menjünk el kocsival. Volt egy kockalámpás a lája, épp hogy ment, festék összetartotta még, oké. Okay. Hát iszogattunk ugye, temény, sör, stb. Apám berúgott, de nálam sokkal jobban. Hát akkor menjünk haza. Jó. Bejöttünk a kocsiba, úgy indult, hogy... apám sebességet akart váltani a kézifékkel. Rájött, hogy csak lefele meg fölfele mozog. Hú, várjál, az meg az nem az. Akkor a biztonsági övét be akartak kötni az én öpp tartalomhoz, az nem jött össze. Akkor azt hagyta. Hát, jajjál, baj, azért. Na, én is remélem. Hát, hazaértünk amúgy. Olyan volt, hogy kettes házban laktunk, és volt egy fakapu, és azon belül volt még egy drótkerítés, ugye a kertet így elkerítse ugye a háztól. Hát a fakaput kinyitottam. Én úgy gondoltam, hogy akkor ugye bemegy, és akkor megállott, ahol kellene. De nem. Bement a kertbe. A kerítéssel együtt. De nem gyorsan. Tehát ez volt a poén benne, hogy nem tőgázzal hajtott bele, hanem szépen lassan. Klasszikusan így, szakszerűen az egészet lassan szakítva ki, normálisan, nem kapkodva. Biztos, hogy mindenki jön a helyéről. Úgy menjen. Így van, így van, így van. És amikor már a kocsi fele alatt volt a kerítés, akkor észrevette, hogy valami ott nem stimmel, és akkor megállt. Vagy csak úgy gondolt, hogy akkor ott a parkoló vége. Édesapám. És hát ugye, ez március környékén volt, tehát ugye éjszaka nem volt annyira meleg még. És te bejössz, mondom, nem mondom, még maradok egy kicsit, hallgatom a zenét. Jó van, ő bement. És hát kim voltam egy órát, hát mondom, most már csak bemegyek már aludni. Mennék be, belülről bezárta az ajtót, és elaludt. Tudni kell apám, hogy olyan mélyen aludt régen, hogy létrevel kellett lemászni hozzá, hogy fel akarod kelteni. Tehát semmi. Ököllel vertem, rugdostam mindent. Semmi reakció. Rajtam volt konkrétan így egy ilyen póló, meg egy ilyen hosszú farmadarág, és így ennyi. Hát akkor... fogtam a csomagtartó vonalából, kivettem a... nem, a hátsülésről levettem a plédet, ami egyébként a szövet volt a ülésem. Ilyen házi pléd. Ilyen lótakaró. Volt egy hosszú fülű baszethund kutyánk, amit egyébként már össze leítattam. És befektettem magam mellé oda, és konkrétan egy kutyával vacogva bazd meg, így cicikecs kazettákra, mert azt szólt a kocsiba, azzal így elaludtam. És akkor ugye apám jön ki reggel, hogy hát mondom, igen, én. Hát miért nem jöttél be? Bazd meg. Én az Istenem. Meg amikor előadta, hogy tűzoltó. Volt neki, a legutolsó autója egy 180-as márci volt, ez a régi fajta piros színű, ennek lesz jelentősége, piros színű volt. Olyan volt a dallamkült, nem Dudája volt a kocsiba, dallamkült, a keresztap a zenéje. A kormány alatt nem nyomta, csak hogy ezzel az ütemmel, ez az elbaszott geciszar ütemmel, orva szájba az egész orvosházat ismertem el kívülről. Egyik bérháznál egy faszi égette a gazt. Ez így megáll. Hé! Kikiabált, de így mellettem, hogy ültem az első ülésen. Maga mit csinál itt? Fasz így. Hát égette a gazt. Ő a tűzoltóságtól van, ehhez engedély kell, azonnal olcsa el, vagy feljelentem. A faszi abban a pillanatban vett két vödörrel föl, víz, sú. Hogy miért volt, ki tudja. De gondolom, akkor éppen jó esett neki.
Meg a sablon szöveg egy, hogy milyen színű vilmaskörte pálinkátok van, meg mit tudom én, ezek a fasságok. Meg egyszer mesélt ezt a sztorit, az nem tudom, hogy igaz volt-e, mert ezt már nem csak tőle hallottam a baráti köréből, hogy régen ő a téjezve fácánokat őrizett. Az annyira az, hogy be voltak kerítve a fácának ilyen drót közé, és akkor igazából mindenki aludtam úgy. És egyik kollégájuk elaludt, de úgy aludt el, hogy hátradőlt a székkel a falhoz, és nyitva volt a szája. És állítólag nyár volt, és itt totál belepték a legyek a pofáját amúgy. Nyelvét, szájpadlását, mindenét. És kimentek hozzá, és megijesztették. És ahogy megijedt, így lenyelt az összeset. Meg volt ez, most már elmondom. Mondjuk ezt már nem biztos, hogy elfogjátok hinni, bazd meg, de esküszöm amúgy, hogy ez megtörtént. Papám katonatiszt volt itt Orosházán, a határőrségnél, és ugye még a 90-es években is itt volt a laktanyában, és el tudta azt intézni, hogyha jött határszemlén egy helikopter, akkor mi fel tudjunk rá szállni, és az alatt a 20-30 perc alatt mi elhelikopterezgettünk. A pilótának adott egy fél őzet, mert ugye vadász volt, vagy éppen kifizettük neki, de tök mindegy, tehát helikoptereztem. És egyszer a városon kívül volt, Marosházán kívül, a Selk útnál, akkor én működött, volt egy szántóföld. És észrevették a radarkezelők, hogy a helikopter ugye, hát ugye leszállt ugye a határőrségen többször, néha eltűnik a radarról, és akkor, hogy ezt megoldjuk, nem a határőrségen belül szálltunk fel, hanem a városon kívül, a Selk út mögötti szántóföldön. Na most ez úgy volt megoldva, mint az akciófilmekben, hogy amikor jön a helikopter, már halljuk a hangját, akkor már startra készen, az leszáll, épp, hogy éri a földet a talp, mi már kúszunk be a gecibe és húzunk a picsába. És a pilóta azt csinálta, hogy fölemelkedett, és aztán hirtelen le. Na most az önérzés, aki nem ült még egy helikopteren, hogy az összes belső szerved a tested legkisebb nyílásán akar egyszerre kijönni. Ez egy pár másodperc, de akkor igazából olyan, mintha meg akarsz halni. Geci jó voltam úgy. A fasziról tudni kell, hogy úgy hívták, mert ezt mindig keverem, hogy Hegyi Ferenc, tehát Feri Hegyiről jegyeztem meg amúgy, mint a régi reptérről. Egy ilyen összesúlyú, alacsony faszi volt, én kis zömök. És mindig úgy köszönt el, hogy ahogy felszállt, ledarált egy darabot a fából, ami a leszálló helyen volt, de direkt, de csak itt éppen hogy, aztán meg a farkát a helikopternek egy csóvágat is így elment. Tehát ez nem annyira poénos, csak hogy ezek is megtörténtek velem. Na de, kicsit elkanyarodtunk. A lényeg apámról volt sztori, akkor a legutolsó sztori most így apámról mi legyen még. Hát amikor keresztül estem rajta a lakásnál, az gyönyörű volt. Esett a hó, megyek haza, kinézek az ablakon. Hát ugye mondjuk ilyen vastag hó így kb. És egy biszili kormány így áll ki a hóból. Úgy ennyire látszolott így a fekete része. Mondom, kétem az ablakot, kinézek, látom a színét, mondom, bazd meg, az apám kerülje. Megyek ki, apám a bicikli mellett, de azt már belepte a hófúra. Hát esélytelen lett volna behúznom, tehát ezzel a fizikummal 120 kilót, tehát ki van zárva. Addig baszhattam, hogy fel kellett, nagy nehezen bekúszott, de már összepisálta magát kint amúgy. Legalább melegítette valami. Bekúszott, megköszönte többször is, hogy köszönöm, hogy segítettél mindent, tehát annyira még képbe volt, behoztam a keróját is, jó. Hát hajnalban kerek fel, megyek ki vécére is. Amikor a saját apádon esel keresztül, bazd meg éjszaka, úgyhogy azt se tudod, hogy ki a kurva anyád, ez itt meg megijedsz, hogy mi van, betörtek, vagy valami. És még ők elnézés, mondjuk igaza volt. Na szóval, ennyi volt már a Misi Mókatára. Na mindegy. Ha nem mondtam volna még, nagyon sok lájkot és megosztást kérnék.